A műsorvezetőt öltöztette a Silka Fashion. Nálunk az elegancia evidencia. www.silkafashion.com. Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A mai vendégek neveinek megtanulásával kapcsolatban nagyon egyszerű dolgom volt, hiszen mindkettőjüket Olá Dezsőnek hívják. Mondjuk annyi a különbség, hogy van egy idősebb Olá Dezső itt a jobbomon, és egy ifjabb Olá Dezső a balomon. Először az idősebb Olá Dezsővel kezdem, jó, hogyha megengeded, hogy bár az utóbbi időben veled egy kicsit többet foglalkozott a sajtó, mint édesapáddal, de hát ugye ő egy jeles klarinét művész, aki hát most a száztagú cigányzenekarban ott fénylik. A száztagú cigányzenekarig hogy jutottál el? Meg ugye mindig megszokták ilyenkor kérdezni, hogy nálatok a családban, ugye, hogy hagyományosan a zenét csináljátok-e, és apáról fiúra száll-e a muzsikálás, szóval, hogy nálatok ez hogy volt, és hogy lettél te jeles klarinét művésze az országnak? Ez nálunk is úgy zajlott, mint a többi családban általában. A száztagúban pedig a... Tehát édesapád is zenész volt? Igen. Ő milyen hangszeren játszott? Ő prímás volt. Prím? Új. Hát az Olá az egy nagyon jó név különben, szóval ott azért több Olá nevű híres hát prímás volt. Hát ha mondhatok, a édesapámnak a nagyapja Olá Gábor nevű klarinétos volt, amit könyvbe írtak róla, minden idők legjobb klarinétosának említették. Ez egy olyan könyvben jelent meg, ahol csak zenészekről írtak. De sajnos a könyvcímet már nem tudom. Hát akkor neked nagyon össze kell leszedned magad, hogy az ő leszármazottja képítem. Hát meg az ő családjában nagyon jó zenészek voltak. Hát ugyanúgy anyáméban is, anyukám családjában is. De hát a száztagúra visszatérve az alakulástól kezdve részt vettem benne. A szólamvezető vagy, ugye? Igen. A szólamvezető vagy. A fiadat kérdezem, de nagyon őszinte legyél, Dezső, légy szíves, hogy apádat bevennéd egy ilyen music bandbe? Bár mondjuk ez egy nem egészen jó kérdés, hiszen vannak közös felvételeitek, de most úgy őszintén. Tehát, hogyha nem a papa lenne, akkor felvennéd-e őt? Ez csak természetes. Hiszen apukámnak minden képessége megvan arra, hogy bármikor világszínvonalon játszon. És ezt tényleg... Tehát nem szoktuk mi soha egymást egyébként dicsérni. Engem nem is úgy neveltek a szüleim, hogy mindig lett volna egy állandó pozitív megerősítés. De ennek ellenére azt mondhatom, hogy én, mivel nagyon sokáig együtt is éltünk, én azt tudom mondani, hogy a nap bármely szakában mindig úgy játszik, mintha be lenne kapcsolva a piros gomb és benne a lemezfelvétel. Azt mondjuk el a kedves nézőknek, hogy tulajdonképpen te egy kisiklott életű gyerek vagy, hiszen a klarinétra próbált apád felkészíteni, de valahogy elkövette azt a hibát, hogy azt mondta, hogy először tanulj meg zongorázni, ugye? Végeredményben a kisiklott élet az úgy indult, hogy én voltam rettenetesen, erre sajnos nincsen szebb szó, erőszakos. Mindig mondtam, hogy most mikor lehetne már, hogy én elkezdjek tanulni ezen a hangszeren. Mármint a klarinéton. Így van, és a szüleim azt mondták, hogy nagyon jónak kell lennem szolfésból, és hát a zongorának is nagyon jónak kell menni, hiszen ez egy nagyon komplikált hangszer, és először ezen meg kell tanulni, minél jobban játszani zongorán. Még az első zongora verseny megnyerése után ez a Ferenczi György zongora verseny volt, ahol... Akkor hány éves voltál? Azt hiszem 10 vagy 11. Akkor nem voltál még öreg. Akkor még nem voltam olyan öreg, mint most. Jó, ezt tudod, hogy miért mondom, mert olvastam ilyen életrajzokat, és bele van írva, és ezen egy fél órát rögtem, hogy bele van írva, hogy fiatalabb korában már elidézem. Fiatalabb éveiben nagyon szerettem Bartókot, és Bachot kamaszkorában szerette meg, és a romantika vonzotta akkor már. Tehát, hogy a fiatalabb korod, az körülbelül ilyen másfél éves korodra vonatkozik, vagy... Ez az igazság, hogy ezt nem én mondtam, hanem ugye ez valamelyik internetes portáról egy ilyen idézet. Igazából már egészen gyerekkoromtól kezdve édesapámmal együtt rengetegféle zenét hallgattunk. Nem azért, mert hogy ez erőltetve lett volna, hogy igen, mindenképpen ezekkel a zenei műfajokkal ismerkedni kell, hanem nemes egyszerűséggel engem ez érdekelt, és hát ugye most itt persze kicsit fixírozzuk a koromat, ugye ebben a szakmában engem mindenki Dezsőkének hív. Ebben de hát rengeteg... már most azt hallottam, hogy most már nem, most már
Aztán lassan Dezső bácsinak fognak hívni téged. És ugye ez egy fajta szeretet felém, és egyrészt ugye az, mondjuk így ugye a magyar jazz érában ugye a leghíresebb Dezső, ugye az ablakos lakatos Dezső jazz szaxofonművész volt, úgyhogy innentől kezdve én már csak Dezsőkkel lettem, aztán ugye mögöttem ilyen elődökkel, mint édesapám, ugye ez még inkább így maradt. Bár a hír igaz, én január 28-án betöltöttem már a harmadik X-et. Jó, hát egyébként gratulálok neked. De... Úgyhogy fiatal tehetségnek már öreg vagyok. Idős zenésznek meg még fiatal, ugye? Így van, úgyhogy itt az idő, hogy ebben a korszakomban is megpróbáljak bizonyítani. Dezső barátom, te emlékszel rá, hogy tudod, ennek a Dezsőnek ennek egy más jelentése is volt a mi ifjúkorunkban, ugye? Ugye a dollár, amikor még nem lehetett, és Lengyelországban kellett ilyen dolláros boldal váltani, akkor a Dezső, hogy van-e Dezsőd, úgyhogy ez egy... csak a mi generációk tudja. Igen. Azt viszont nagyon szeretném tudni, hogy neked ugye, hát te a vendéglátóban is csillogtál hosszú időn keresztül, ugye sok országban voltál, hogy miben különbözik most ugye a 100-tagú zenekar, 100-tagú cigányzenekar, ugye az... már pódium színpadi zenész csapat. Na most az, amikor egy étteremben, egy előkelő étteremben muzsikálsz, az miben különbözik attól, ami mondjuk a színpadon szokott történni? Hát én véleményem szerint zeneileg semmibe, mert a zenében csak kétféle van, jó meg rossz. Egy szállodai étteremben is, vagy egy kávéházban is ugyanavval a intenzitással, ugyanavval a felkészültséggel kell rendelkezni, mint színpadon. Szerintem az a jó zenész. Példát mondhatnák rá, például a Margit kertben, ami még nem is szállodai színvonal, hanem egy nagyon egyszerű kis étterem, kockás, abroszok, és akkor a Boros Lajos muzsikált, akkor letették a vendégek a villát, és végighallgatták azt a blokkot, amit ő eljátszott. Az ugyanaz a színvonal, mint amit színpadon a legnagyobb színháztárd megbe hallasz. Na de tudod, volt az a vicc, hogy a Yehudi Menuhin, hogy pirosra tapsoltam a tenyeremet, mondja a primás, azt mondja, de az asztalnál meghalna. Szóval, hogy azért az csak más azért az étteremben. Hát ezek azért maradtak fenn, mert ugye a cigányzenekaroktól elvárták azt, hogy tiszteljék meg magába az asztalt, ahol ültek a vendégek, és akkor a kívánságuknak megpróbáltak eleget tenni. Hát meg a kontaktus, igen, hát azért szerették. De egyébként meg ez egy kegyetlen, nagyon nehéz feladat, ugye, mert hogyha ez a dolog eddig eljut, akkor egy asztalnál ül 5-6 vendég, és akkor az mind különböző dolgokat kér, hogy a zenekar játssza. Aztán kérnek a második rapszódiától kezdve, elindultam Szép hazámból, népdalt, magyar nótát. Jaj, hát figyelj, hát azért a felkészült zenésznek kell lenni, aki ezeket olyan szinten, ugye, azért mondtam, hogy étteremben is ugyanúgy kell tudni, mint bárhol máshol, sőt, még nehezebb szerintem a megfelelés. Adok a Dezsőnek egy félperces felkészülési időt, hogy a budapesti cigányzenei életről beszéljen nekem, tehát erről a vendéglátós muzsikálásról. Addig elmondom, hogy én kollégista voltam egyetemista koromban, és volt egy lengyel barátom, és a Szeged étteremben jártunk, egy Lakatos nevű primás volt, és én nagyon szerettem velük úgy dumálni, meg haverkodni, és hát olyan sok pénzem nem volt, de azért tudták, hogy azért valamicskét próbálok, és akkor amikor ezzel a lengyel ismerősömmel mentem, akkor az volt, megdumáltuk, hogy akkor ilyen belépőként a Slagyevecska do leszecska, azt tudod, a Slagyevecska do leszecska, na majd eléneklem műsorokig, és azt is tudták, hihetetlen, tehát lengyel népdalokat tudtak játszani. Dezső úr felkészült a válasz. Tehát én a Csemer Géza barátomtól hallottam, aki sajnos meghalt, Isten nyugosztalja, hogy ugye hosszú évtizedeken keresztül azért is jártak az emberek, tehát Budapest arról is híres volt, hogy csodálatos, fényes éttermei voltak cigányzenekarokkal. És hát itt ugye most nagyon szomorú a helyzet, de előbb a szomorú helyzetet majd atyád mondja el, hogy ha van, de az, hogy te hogy látod ezt, hogy mennyire jó, mennyire kellene az éttermekbe a mi magyarországi arcunkhoz az, hogy legyen ilyen élő cigányzenekar, muzsika? Rengeteg interjúban
kortársaiból is ugye úgy írnak, hogy cigányzenés családból érkeztek, kávéházi cigányzenészek a szülei, és aztán majd a klasszikus zenébe és a jazzbe diffundáltunk. Ez ugye nem csak azért van, mert ugye mi nem szeretnénk játszani cigányzenét. Ettől függetlenül ugye ez a magyarországi hungarikumok közé tartozik. Ez egy olyan hagyomány, amit kellően ápolni kéne. Én úgy gondolom, hogy erről rengetegen beszélnek, hogy végeredményben a magyarországi kávéházi cigányzene, mondhatjuk aztán, hogy a rendszerváltás áldozata lett. Úgy gondolom, hogy még van egy pár hely, ahol ezt a zenét lehet hallgatni. Vannak fiatal, tehetséges művelői ennek, akik beültek abba az autóba, ahol mennek a forgalommal szemben, és a rádióban bemondják, hogy valaki megőrült, és a forgalommal szemben megy, és éppen ez az ember telefonál hozzá, hogy drágám, vigyázz, bemondták a rádióba, hogy őrült, a forgalommal szemben megy. Tehát van ennek egy ilyen oldala is. Én ettől függetlenül úgy érzem, hogy ezt a dolgot ápolni kell, és ennek szerintem 100%-ban helye van a magyar kultúrában és a mindennapokban. Dezső barátom, mi a helyzet ezzel? Mert én nagyon szomorú híreket hallottam, meg nagyon sok szomorú muzsikussal találkoztam, akik így hát tengenek-lengenek. Voltak éppen, bocs, hogy még egy mondatot mondok, hogy a 100 tagú cigányzenekar az egyik ilyen egyrészt menekülési útvonal, másrészt pedig ugye az egész világnak bizonyítja, hogy micsoda remek muzsikusok a magyarországi roma zenészek. Egy zenekar az nem lehet menekülési útvonal. Mert akkor az azt jelenteni, hogy az jön be, aki akar. Azért ez nem úgy van. Jó, nem így értettem, hanem a bizonyítása bárki... mondom, hogy tulajdonképpen a jogosságát ennek a muzsikának bizonyítja. Igen, mert akkor hasonlítsuk a jazzhez. Hogy a 20-as évek után, ugye, amikor Amerikában nem voltak jazzklubok, meg ezek a híres jazzzenészek nem éttermekben, meg ilyen helyeken játszottak Amerikában, ők is a színpad felé tudtak csak elmenni. És én most is azt mondom, hogy a jó zenészek ezt bármikor megtehetik, meg tudják tenni. Az, hogy csak ebből a színpadi fellépésekből, most mondjuk a 100 tagúra visszatérve, ugye 30 év alatt azért dolgok kilettek alakítva, menedzser, külföldek, itthoni fellépések, ez egy nagyon nagy név lett, hála Istennek. De kisebb létszámú zenekarokkal is, ugye most én így mondanám ebben a szóval, hogy van egy énekes kíséret, vagy egy ilyen nótaműsor, hát ott is színpadon van az ember, ott is ugyanazt a színvonalat kell nyújtani. Az éttermi, szállodai muzsikálás, ez háttérbe szorult, mert nem tudják megfizetni, vagy nem akarják megfizetni. Ha lennének szállodákban, illetve minden egyik szállodában lennének zenekarok, akkor ugye nem lenne ez a úgymond szomorkodás. Igen, egyébként az, hogy élő zene van, azért az egy hangulatot jelent. Hát persze, és de hát sokan ezt nem így látják, mint te vagy mi. Aztán hát majd szerintem egyszer ez is ki fog alakulni. Szóval bízunk a szebb jövőben akkor. Hát muszáj bízni, mert más lehetőség nincsen. Na most még mielőtt a rekvizitumokat itt bemutatnám a kedves nézőknek, azelőtt a Dezsőt, az ifjabbik Dezsőt szólítom fel, hogy vajon emlékszel-e arra, amikor ehhez a csúnya, nagy fekete-fehér billentyűs monstrumhoz hozzáültettek, hogy akkor úgy megrémültél-e, hogy most ezzel mit lehet kezdeni, vagy pedig te már rögtön a barátja lettél? Az igazság, hogy egyrészt nem ültettek oda, tehát az is egy saját döntés volt, hogy szeretnék zongorázni, tehát ez mindig ott volt. Ilyen kicsi korban saját döntéseket hozott a gyereket, komolyan. Olyannyira sikerült ezt, hogy igazából a szüleimet egyfajta ilyen folyamatos árubeszerzésbe kergettem, ugyanis folyamatosan kellett Tom és Jerry mindenféle videokazettákat szerezni nekem. Én ezt egy nagyon vicces hangszernek gondoltam gyerekkoromban, hogy milyen jó ez ott a macska, meg az egér, ott megy állandóan a poénkodás, ugye hát ez igen, a Tom és Jerry ilyen, Tom és Jerry, amikor elő is adtak rendesen, tehát a billentyűket. Azt hiszem, hogy a macska zongorázott, az egér meg benn volt a kalapácsok mögött. De azt hiszem, az egy Horowitz felvétel egyébként. Uh-huh. Tehát és maga mit játszottak? Liszt magyar második rapszódia. Igen. Tehát, játszottak. Hogy én nem gondoltam azt a hangszert mogorvának se, nagynak se, túl feketének se. Számomra ez egy ilyen játék volt, és én a mai napig is
Nekem ez egy belsőséges kapcsolat a hangszerrel való. De az nem okozott akkor annak idején picikorodban gondolt, már hogyha szabad mondanom, hogy picikorodban, hogy akkor most kívül legyél le a billentyűknél, vagy belül a kalapácsoknál, szóval, hogy a Tom vagy a Jerry legyél. Nekem pianinom volt, és annak nem lehet bemászni a belsejébe. Egyrészt, tehát ugye egy versenyzongorát azért, aki a lakásában tud tartani, az egy komoly egzisztenciával rendelkezik, hiszen nagyon drága dolog egy ilyen. Másrészt ugye a lakók szempontjából is, én azt elmondhatom, hogy amelyik házban én felnevelkedtem a lakásban, ez egy lakóterapi lakás, nekem vannak a világ legtoleránsabb szomszédjai. De ha lett volna egy versenyzongorám, akkor lehet, hogy kitértek volna a hitükből. A sokkal erőteljesebb hangon szólal meg? Tulajdonképpen az a különbség a kettő között, mint a gokárd és a versenyautó között. Atyádnak a fellépéseire, tehát mondjuk az ilyen jobb vendéglőbe elmentél le, és te hogy láttad ezt a világot? Egy pár alkalommal hallottam őt étteremben játszani. Nekem meghatározó élmény volt. Boros Lajos zenekarában játszott abban az időben édesapám a Rózsadombon. És, hát ami egy nagy zarándok hely volt, hiszen hát az egyik legszuperebb primás volt a Boros Lajos és népi zenekara. Így van, és tulajdonképpen egy mondatban azt tudom elmondani, hogy non-stop állt a levegő. Nem volt csörömpölés. És olyan kamarazenélés történt ott. Időzenészek játszottak annak idején ott. Azt hiszem édesapám el is tudja mondani a nevüket. Én csak így fél szavakra emlékszek, mert azt hiszem Buri bácsi. Igen. Volt a Bőgős, a Blácsás volt a Marci bácsi. Tehát Ruszki Bandi, Ruszki ezek a nevek. Tehát ugye, a szakmában ezek egy nagyon jó ismert nevek. Uh-huh. Ezek nagyon nagy dolgot jelentek, amikor már csak bácsik, és édesapám ugye mondjuk ezt, hogy ugye nagyon-nagyon fiatalon ezek a nagyon komoly zenészek barátságát élvezhette, és hát a mai napig emlékszem, hogy akkor apu miket játszott ott aznap este. Azt hiszem játszottál a My Fair Lady-ből, meg azt hiszem volt egy hulló falevelek, és akkor csodáltam, hogy tényleg minden egyes rezdülés annyira egyszerre volt, mint hogyha tényleg ezt már idéztem a mai interjú során, és be lenne kapcsolva a piros lámpa, és ezt itt most életre halálra lemezre vennék. Pillanatig most megállunk, és a kedves nézőknek csak azért, hogy itt tudják, hogy kitisztelhetnek az ifjabb Olán Dezsőben. Ugye itt van ez a paci, nem tudom, hogy ki tudom-e jól venni. Ez a paci talán így jól látják, majd így próbálom tenni, igyekszem nem rájteni a klarinétra, mert előzetesen figyelmeztetett az Olá papa és az ifjú fia, hogy ez nem olyan olcsó ez a klarinét, hogy én itt törögethessem. Tehát ez ugye a kincsem, ez a Prima Primissimának, az ifjaknak járó Junior Primissima díja, tehát nem jelölt, hanem te megkaptad ezt a díjat. Úgyhogy gratulálok ezúton. Köszönöm. Is, de van még elég sok díjad. Most a papával fogunk a rádió felvételekkel kapcsolatban foglalkozni, de először a nevesítésre vagyok kíváncsi, hogy ugye úgy emlegettek téged, már bocsáss meg, hogy és népi zenekara, tehát ugye a Boros Lajos nevesítve volt, és akkor és én a népi zenekarának voltam egy része. Hát ez hogy esett neked? Klarinétos ebben a zenekarba bekerülni.
Az már önmagában. Hát az önmagában. Tehát ez olyan, mint egy színésznek a Royal Shakespeare Company, hogy az elég, hogyha én tag vagyok. Hát azt mondom, hogy egy ifjabb Dezső bólogat, elfogadtuk a választ. Egy fiatal színész, egy nagyon nagy nevű színésszel egy darabban játszik. Igen. Ez szerintem ugyanaz. Nálunk, muzsikusoknál. Rádió meg tévé felvételeitek is voltak, ugye? Hogy te mennyire szeretted ezeket a rádiózási meg tévézési helyzeteket? Hát... Ugye a rádióban ott játszottatok frankóban, tehát élesben ment a dolog, azt mennyire szeretted, és a tévében például volt-e playback, arra nagyon kíváncsi vagyok. Hát azt kell mondanom, hogy volt rá már precedens, de hát igazából az élet hoz ilyen dolgokat, hogy ilyet is meg kell csinálni, de hála Istennek ez nagyon kevés számban volt ilyen. De igazából az, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy az, hogy ott voltál a mikrofonnál, mégiscsak a rádió, szóval ezek nagy dolgok voltak ám annak idején. Hát nekem van szóló felvételem is a rádióban, nem csak tehát, zenekari. Igen, tehát ott voltál, az egy olyan külön ilyen élményt jelentett, hát, büszkeséget jelentett, hogy most hát, itt vagyok a rádióban, hát és akkor... kollégák, muzsikus társak, mindenkit azt hallgatta, és akkor... Én ugyanúgy a másik kollégákat figyeltem, hogy mikor játszanak. Egy ilyen zenekarban, egy ilyen cigányzenekarban, ugye van 5-6-7 ember olykor, hogy vajon az, hogy ez egy közösségként tud működni, tehát hogy itt nagyon jó olajozott az összetartás, a barátság, vagy pedig itt is úgy van, mint mit tudom én, egy hivatalban, hogy van hol ilyen, hol olyan atrocitás. Amikor már létrejön egy zenekar, akkor ezek az atrocitások már ki vannak szűrve, mert létrejöttekor már... Tehát akit bevesznek oda, az már igen. Hát az általában azért, vagy hogyha elment a zenekarból egy ember, akkor az általában olyan módon szokott történni, hogy ki jön majd helyette, hogy nem, legtöbbször ezt nem egyedül döntött el a prímás, hanem meg szokta beszélni a zenekar. És akkor utána ment minden a helyes úton. Na most, mivel itt nagyon sokat dicsértük a Dezsőt, még mielőtt elsorolod itt a díjaidat, egy negatív kérdés jön, hogy ezek szerint akkor nem tudsz klarinétozni, nem tudsz hegedülni. Mit nem tudsz, milyen hangszeren nem tudsz? Tehát csak zongorán tudsz? Az az igazság, hogy elméleti szinten nagyon sok hangszeren tudok játszani. Foglalkozom hangszereléssel. A jazz zongorázáson kívül zeneszerzéssel és hangszereléssel. Ez azt jelenti, hogy szoktam írni ilyen hangszerekre. Tehát kell ismerned a hangszert. Tudom, hogy hogyan működik. Na, megint egy ősztél, igen, értem. Akkor, hogy akkor ez is érdez, hogy... És akkor, amikor az atyáddal ezt a közös felvételt csináltátok, akkor te hangszerelted őt tulajdonképpen? Egyrészt ez úgy nézett ki, hogy én azt mondtam apukámnak, hogy ez az első szerzői lemezem, nagy zenekarral, van egy kompozíció, megmutatom neked, lesz az elején benne egy szabad részed, arra gondolnék, hogy körülbelül valami ilyesmit csinálj belőle, mintha egy magyar nótának az bekezdő, elkezdő motivumai lennének. Tehát hagytad improvizálni tulajdonképpen? Így van, aztán, hogy megmutattam neki, hogy körülbelül miről van szó a dallamot, és aztán mondtam, hogy aztán majd itt lesz még egy csomó, de mi lesz, meg mi lesz itt? Azzal te ne foglalkozz, és akkor lesz egy rész, ahol ezen az akkordon kiáll, és akkor ennek a dallamnak a szellemében kérünk szépen egy kadenciát. Természetesen nem mutattam meg apunak, hogy körülötte milyen a hangszerelés, milyen az a jazz világ, ami történt volna. Ő kérte is, hogy ezt nem mutassam meg, mert akkor valami hasonlóképpen szeretett volna játszani rá. Én mindenképpen azt szerettem volna, hogy ez a fajta történetmesélő, rubátó, amit ugye csak egy magyarországi kávéházi jó cigányzenész tud játszani. Tehát amikor tényleg elindul egy történet, és elejétől a végéig tartalma van, hogy ez ott legyen ezen a felvételen, úgyhogy őt kifejezetten nem hangszereltem még. Ezek szerint ott volt, ugye? Tehát megfelelt a papa, mert hát azért te szigorú vagy, hogyha rossz lett volna, akkor nem tetted volna be, nem? Akkor azt mondod, hogy papa, ne haragudj. És te meg mit szóltál, egy jazzistát csinált belőle ez a fia? Jó volt? Hát a többi kollégáját látszólag azért már ismertem, mert azért azt nem mondtad el, hogy ez egy szeptet, és ebben 4 fúvós is volt. Tehát ez heten igen, rajtam kívül volt még 4 fúvós.
egy szaxofonos, egy fagottos és két klarinétos, még nagyon komoly klarinétos. És te nem is hallottad a többit, amikor te megcsináltad a saját részedet. Nem, akkor nekem teljesen más elképzelés sem lett volna önmagában erről az egy számról. Ha én hallom, hogy ők ezt hogy játsszák, akkor szerintem egy kicsit megzavart volna engem, mert biztos, hogy leblokkoltam volna. Így meg volt annyi előnyöm, hogy ő elmondta, hogy ez a dallam, apukám, és akkor ezt a harmóniát, ha akarod, csinálta, nem, fújd el, ahogy neked jó esik. Hát hála Istennek sikerült nekem a felvételen elsőre eljátszani, úgyhogy azt meg is hagyták. Szeretném elmondani nektek, hogy annyira kellemes veletek beszélgetni telefonon, meg úgy egyébként is, hogyha elbeszélget veletek az ember, szóval, hogy mindig olyan kedvesek, mindig olyan aranyosak vagytok. Volt egyáltalán olyan, hogy veszekedtetek volna, mert én ezt nem tudom elképzelni rólatok. Én azt gondolom, hogy minden családnak megvannak a maga problémái és a maga feszültségei. Én azt tudom mondani, hogy igazából A legtöbb vitatkozás, veszekedés az mindig a tanulmányok. Igazából olyan dolgok, amik minden egyes családban előfordulnak. Tehát minden egyes gyereknél? Igen. Mert a rendrakás ugyanis... még ez is, ezt akartad végig mondani, hogy a tanulmány a rend, vagy a rendszeres tanulás? Mit akartál mondani? Minden. Igazából az öcsémnél és nálam is mindig ugyanaz a probléma lépett fel. A rendszeresség, a koncentrációnak az, hogy azt sok ideig, tényleg az, hogy ami szerintem minden egyes gyereknél probléma. Tehát a kitartó, szorgalmas így munka. Így van. Tehát ez erre való nevelés. Én azt gondolom, hogy a szüleim mindig erre törekedtek, és a nagymamám is, ki már sajnos nincsen közöttünk, ő volt a mi családunk lángjának az őrzője. Tehát akkor, az tehát, őrangyala akkor, ugye? Tulajdonképpen igen. Az az igazság, hogy ez a díj például az átvétel óta nem is volt a kezemben. Ezt 2009-ben kaptam első jazzzenészként. Én voltam az első jazzzenész, aki megkapta ezt a díjat. A junior primát, igen. Így van, és én ezt tulajdonképpen az átvétel követően meghajoltam vele, bal kéz virágcsokor, jobb kéz junior prima díj, és a második sorban a díjazottak mögött foglaltam helyet a nagymamámnak, és meghajlás után még a leülés előtt ezt így átadtam neki. És akkor ezt ő őrizte. Igen. Dezső, akkor viszont a fiaidra nem lehet panasz, hogy nem fogadták meg ezt a szorgosságot, meg a kitartó munkára vonatkozó elképzeléseiteket. Hála Istennek, rendben van így körülöttünk. Öcsi az mivel foglalkozik most? Mert hallom, hogy ő is azért diplomás ember. Igen, lett. Most végezte. Ő közgazdász. Őt hogy hívják? Olá Tamás. Tamás. Család kedvence egyébként. De miért? Nem ő? Hát, nem, mert ő a legkisebb. Ja, azért. Már meg sem merem kérdezni a korodat, nem akarom már fiatalni, hogy ő mennyivel fiatalabb, köztük mint te. Köztük 5 év korkülönbség van. A Dezső. Éves vagyok. A kisöcsém 25 éves, folyamatosan kapom mindenkitől ezért az ívet. Én őt úgy mutatom be, hogy ő az én kisöcsém, és a családban az összes bármilyen konfliktus helyzet, ami születik az öcsémmel kapcsolatban, a vége mindig az, hogy valaki a családból azt mondja, hogy hagyjad már, hát ő kisgyerek. Tehát ő és ez a mai napig így van. Igen. És ő felnéz rá? Tehát te az ilyen nagy bratyója voltál, aki rendbe raktad meg, akire hallgatott? Tehát akit te tudtál, ne így mondjuk, hogy instruálni, hanem hogy utasítani, hogy akkor most ugye menjél le, mit tudom én, kenyéré, vagy cukorkájé, vagy valami. Nagyon érdekes, mert 5 év van köztünk, és körülbelül mi akkor lettünk igazán nagyon jó beszélgető partnerek és igazi jó testvérek, amikor már ő is közel lett a 17 éves korához. Azért előtte ő gyerekkorában meg tudta keseríteni az én életemet. Szóval ő egy igazi, energikus, minden lében kanál, mit fogjunk még rá a bátyánkra, hogyha valami éppen történt. És hát ugye volt közöttünk 5 év. És aztán ez a helyzet egyszer csak itt megváltozott. Az az igazság, hogy mi egymásnak is adunk tanácsokat. Tehát van olyan, amikor én kérek tőle tanácsot, és van olyan, amikor ő kér tőlem, és igazából ez egészen kisgyerek korunk óta már így volt. Mit tudom én, elhagytuk a focilabdát a játszótéren, akkor majd mit mondjunk otthon? Kialakítottátok a standard szöveget, igen. Természetesen.
Ha már kiderült, hogy az öcsét közgazdász lett, azon elgondolkodtatok-e, hogy esetleg közösen folytatjátok, vagy most elválnak már az útjaitok? Tehát, hogy például ő a menedzsered lenne. Az igazság, hogy én mostanában is néha megkérdezek tőle bizonyos pénzügyi dolgokat, és az öcsém most jelenleg már egy könyvelőirodában dolgozik, és néha azért bizonyos dolgokat megkérdezek tőle. Sőt, olyan is volt már, hogy így odaadtam neki egy jazzfesztiválon szerződésemet, hogy figyelj, ebben tényleg az van, amit most én itt olvastam, hogyha két csepp eső esik, akkor csak jövőre lehet majd visszamenni. Szóval ilyenek vannak. A magam menedzselésével általában én is programszervező cégek foglalkoznak, vagy adott esetben. Az az igazság, hogy mi például nem találjuk egymást annyira egymásra hasonlítónak, ellenben szoktak lenni már vicces. Külsőleg, vagy viselek? Külsőleg, igen. Külsőleg viszont vannak nagyon vicces történeteink. Tehát volt már például olyan, hogy édesapám bement egy helyre, egy koncert után egy kedves zenerajongóval, és ott volt vele a kisöcsém is, és összesúgtak a zenészek, hogy te, most aztán rendesen játssz itt az Olá Dezső. És akkor egy apukám ezt büszkén nézett, és mondta, hogy na, nem is javította őket ki, hogy nem. Volt már olyan is, hogy bementem mondjuk jazzklubba, és volt asztalfoglalásom, elmentem megnézni egy koncertet, de az öcsém előre ment, és már a pincér mondta, hogy jó estét kívánok, Oleur, az asztal már le van foglalva. Tehát van, hogy összetévesztenek bennünket. Volt már olyanra is precedens, hogy valamelyik barátom mondta, hogy tehát tegnap láttalak a Nyugatinál, aztán még vissza se köszöntél, észre se vettél. És az kiderült, hogy ez a kisöcsém. Szóval összekevernek benneteket. Ti meg gondolom, hogy a nejeddel borzasztóan büszkék vagytok itt erre a két srácra, mert hát azért szuper. Igen, elmondhatjuk, hogy büszkék vagyunk rájuk. Hát van is mire büszkének lennetek. De térjünk vissza egy picit a mostani nagy kihívása, ugye a 100 tagú cigányzenekar. Ugye ez az a mellény, amit te viselsz szólamvezetőként. Ide van írva, hogy 100 tagú cigányzenekar. Itt ugye vannak ilyen különböző színű viseletek, tehát különböző színű mellényekben vagytok. Ezt légy szíves, magyarázz el nekem, hogy ez a piros mit jelent, bár ezt most érzékeltettem már, hogy itt valami főnökségről van szó, és hogy milyen a többi. Beke Farkas Lándinak az ötlete volt, amikor ezeket a mellényeket elkezdte csináltatni, hogy például a szólamvezetőknek legyen ilyen. Tehát, hogy másmilyen legyen a szólamvezetőknek, mint a többiek. Valami, igen, hogy legyen benne egy olyan dolog, ami más. A prímás milyen színűben van? Az teljesen egyszínű kékben vannak a prímások. És hát ugye ők ülnek legelől az első sorban. Igen. Szólamvezetők pirosban. Igen, ez a piros-kék. Piros-kék, igen. Ahogy ez már, tehát a kék jelzi azt, hogy... Igen, és hát vannak ezen kívül ugye hát a zenekari tagok, akiknek mindenkinek egyforma van. Az egyszínű piros. Egyszínű piros. És ez a színpadon is, ez nagyon jó ötlet volt a Lándító, hogy ezt kitalálta, mert nagyon jól mutat is. Igen, és az nagyon jó látvány. Szóval de végül nagyon... is a fazon az minden egyének ugyanez, csak a színekben van ebbe a... Uh-huh. Itt van a klarinét, ez 2 darab klarinét, igen. Ugye? Hogy 2 darab klarinét. Ugye itt van egy fiatalember köztünk rajtam kívül, aki nem tud klarinétozni állítólag, vagy nem eléggé tud klarinétozni, de hát azért most egy kis vizsgáztatás következik. Dezső, el vannak nevezve a különböző részek? Akkor most én kiveszek egy részt, kivehetek? Persze, nyugodtan. Mondtátok, hogy ezt nem árulod el, hogy mennyibe kerül. De mondjuk több mint 1500 forint, ugye, egy ilyen klarinét? Hát egy kicsit, olyan 1700 lehet. Na jó. Szóval ezt a részét, ezt hogy hívják a klarinétnek? Az alsó része a tölcsér. Tölcsér, igen. Itt valóban van egy tölcsér. Így van. A két részből áll, ez az alsó része. És itt át is lehet látni. Aztán igen. A következő az a felső része. Ahhoz az csatlak... már rögtön a felső rész? Tehát így ez van. A felső rész, igen. Itt, ha jól látom, akkor 2 darab klarinét van. Így igen. Van, A és B hangolású klarinétokat. Tehát ez a felső használnak. Része a klarinétnak. Így van. De nem szól, hiába nyomogatom, na mindegy. Nem is fog. Igen. aztán ugye ezt a kettőt köti össze a hordó, ami ott ez, van. Ez a hordó, aha. Igen. Most nem rakom össze, ugye eltekintetek tőle, hogy itt szétejtsem, ugye? Aztán igen. Ugye erre kerül fel a fej, amin van a szorító és a nád. Tehát ez a fej, ugye? Így van. Ez a fej, ezt most visszateszem, jó? Azzal nagyon óvatosan, azt édesapám nemrég kapta a Vandó rendjárban.
Igen, fejjel? Nem szedem szét, akkor ezt a fejet már nem is gyártják. Látom atyát tekintetén, hogy ez egy nagyon életveszélyes dolog lenne szétszedni, úgyhogy akkor nem szedem. Tehát ezt a nádat, mert én ezt láttam már, ugye, hogy ezt cserélgetik. Mi az, amit kapott atyád? A nádat magát, vagy ezt az egész fejet? A következőképpen néz ki a dolog. Édesapám ezt a fejet a Vandoren gyárban kapta ajándékba. Magát a fejet? Így van. Tehát azt teljesen külön lehet kapni a klarinéttól? Tehát a két test részét? Természetesen. És ugye a levegő beáramlásával, a nádrezgésével szólal meg a hangszer. Ugye ez egy areofon hangszer, levegő megszólaltatásával, fafúvós hangszerek családjába tartozik. És először szimfonikus zenekarban Mozart kezdte el használni. Tehát végeredményben ez egy fiatal hangszer, gyorsan végigment mondjuk így az egyet fejlődésen, ez egy bőmrendszerű hangszer, a büfé cég gyártja, végeredményben mondhatjuk azt, hogy a klarinét piacon egyeduralkodóak. Szinte azt ők, a legjobb gyártók. Nem értem, hogy van egy klarinét test, tehát megvan az a két vagy három része, ugye a hordó, meg az alsó, meg a felső része, tehát a töltsét, meg a középső része, és akkor ez a bizonyos fúvókás vagy fújókás rész, ez teljesen külön, tehát bemész a boltba, és egy tök más gyártmányú ilyet veszel, és az teljesen kompatibilis. Tehát úgy teljesen kompatibilis. De most ebben mi a különleges? Tehát, hogy ez most olyan, ez a fújókának, vagy fúvókának? Fúvókának hívjuk. Tehát ez a fúvóka, ez olyan mondjuk, mintha az autóban egy Mercedes lenne, vagy BMW? Igazából a hangszereknél úgy néz ki a történet, szerintem, aztán javíts ki, hogyha nem jól mondom. Ez úgy szokott kinézni, hogy minden fúvóka megtalálja a gazdáját, vagy minden gazda megtalálja a saját fúvókáját. Aztán, ugye van ennek egy B része is, hogy igazából akinek jó a berendezés, és hála jó Istennek, édesapámnak nagyon jó ez a berendezése, meg jó hozzá szíve is, igazából minden ugyanúgy szól. De mégiscsak van egy olyan, ami a legkényelmesebb. Ez itt történetesen a büfé cégnek egy olyan fúvókája, aminek az a csúf neve, hogy tarka fej, még ennél kicsit obszénabban hívják úgy is, hogy kolbász fúvóka, mert műanyagból és valami másik anyagból van, ami nincsen megnevezve, ilyen fa ötvözetszerű dolog. És az valami titkos, tehát az egy gyártási titok, gondolom. Hát azt nem árult el a Van Doren cég még azóta se senkinek, de ezt a fúvókát már nem gyártják. És ezt már nem is gyártják. És édesapám nemrég volt Franciaországban turnézni, meglátogatta a hangszerek utcáját, és mondta, hogy szeretne vásárolni egy ilyen típusú fejet, meg megpróbálna még másmilyeneket. És kérdezte édesapám, hogy esetleg ilyen van, előástak neki egyet, valószínűleg ez már egy ilyen utolsó előtti bemutató darab lehetett, és akkor apu kipróbálta, azt mondta, hú, ez nagyon jó, és akkor azonnal meg is veszem. És ezt úgy ki tudod próbálni, hogy csak így belefújogatsz, vagy össze kell rakni? Ehhez össze kell rakni. Össze kell rakni, értem. És ezt ő ajándékba kapta, hogy használja. Te jó Isten, és hát gratulálok. És szeretnék inkább én büszkélkedni vele, hogy ugye Párizsban a hangszerek utcájában a gyártóknak mindig van egy, a Van Doren cég mindig gyárt havonta egy zacskót, amiben a világ leghíresebb klarinétosai vannak, és ugye vásárolnak ezt, azt, amazt, és akkor ebben a gyönyörű, impozáns szatyorban, vagy ebben a csomagolásban adják oda. Édesapám több hónapon keresztül szerepelt ebben. Többek között, mint tudom, a New York-i operának az első klarinétosa is rajta van, és az édesapám is. Hát gratulálok sok szeretettel, de a napi nehézségekre visszatérve gondolom, hogy egy zongoristának azért nem ennyire egyszerű az élete, mert ha külön kapnál egy billentyűt, azt nem tudod beilleszteni a zongorába, ugye? Téged hogy tudnak így megajándékozni, mivel? Volt már olyan a pályafutásom alatt, hogy két zongoragyártó cégtől is kaptam digitális hangszereket. Van olyan, amikor nincsen éppen olyan hangszer a színpadon, ami jó lenne. Hozzáteszem, hogy ezek mindig ilyen viszonylag rövidebb szerződések voltak, pontosan azért, mert hogyha a világ végén, a legkisebb faluban, a kultúrházban én meglátok egy pianinót, vagy csak tudomásomra jut, hogy én ott fogok koncertezni, meghívtak is, ott van egy pianinó, az az első, hogy inkább én megkeresem a megyébe azt a zongora hangolót, akit majd a kultúrház fölbérel, hogy aztán ő oda menjen és rendbe tegye egy kicsit a hangszert. Igazából inkább egy pici pianinóval akár végig küzdök egy trio koncertet, mint hogy elővegyek egy ilyen elektromos dolgot.
legutóbb a Physis cég keresett meg, ez egy olasz hangszer, egy ilyen több milliós tétel volt folyamatosan a kezem alatt. Megmondom őszintén, annyira nem élveztem, én zongorán szeretek játszani. Egy teljesen más téma, mert említetted ezt a kultúrházat. Néhány adással ezelőtt volt vendégem a KIAG, ugye Varga Gusztáv a vezetője, és ennek a KIAG Egyesületnek is ő az elnöke, és említettem neki, hogy jöttök majd, és azt mondta, hogy mondjam meg nektek, hogy leemelte a kalapját előttetek, és gratulál, és hogy nagy tisztelőtök. Köszönöm. És hogy meghív benneteket a KIAG szalagautó bájára, ezt majd átadom. Ugye hát a KIAG-nál is van ilyen zene, oktatás és egyebek, és ezért hát, hogyha majd egyszer lesz időtök, akkor jó lenne, hogyha ezt a kettőtök előadását, ezt bemutatnátok, ezt kérte tisztelettel, úgyhogy én ezt az üzenetet átadtam, teljesítettem a küldetésemet, és akkor térjük vissza a hétköznapokra. Egyrészt arra, hogy a te édesanyád, a Dezső barátom kedves felesége, hogy bírja ezt a sok művészt maga körül, meg ezt a közgazdászt még ráadásul. Hát megszokta ugye, már, mert hát mindig ebbe ért. Tehát ő neki ez egy szolgálat akkor? Tehát ő neki csak a munka van? Csak a munka van? Vagy valami azért? Hát dolgozott, 25 évig volt a Zserbó cukrászdában. Kint volt, vagy bent volt? Tehát a cukrászatban volt, vagy kint a placon? Kint a placon, felszolgáló volt. Előkelő hely. Kislánykorában került oda, 15 éves. Hát ne viccelj, akkor néha még többet is keresett, mint te, nem? Hát igen. Hát akkor sem, ez a női egyenjogúság, és akkor hazamegy, mosvar, takarít, főz, hát szóval komoly. Te főzni szoktál egyébként? Hát én nagyon ritkán. Nagyon ritkán. Nagyon ritkán, de hát... Tudom, de akkor szupereket, jó, ezt ismerjük, de hát azért, és mosogatni meg nem. Az persze. Te hogy vagy ezzel? Mert van a Baranyi Zsanett, ugye, aki egyébként fuvolista, zeneművészeti egyetemet végzett, úgyhogy ti ketten együtt egy ilyen zeneakadémia vagytok már oda-haza, úgyhogy ti bármit meg tudtok beszélni, ki tudtok találni, te muzsikát tudsz szerezni, tehát zeneszerző is vagy. Ő vele mikor és hogyan kerültél össze? Az az igazság, hogy a mennyasszonyomat körülbelül már több mint 10 éve ismertem, mielőtt összejöttünk volna. Különböző koncertek, versenyek, ösztöndíjas gálák alkalmával az elmúlt 10 évvel legalább, sőt 10 pár évvel legalább találkoztunk 6-7-szer. Mindig... Tehát őt ott egy tehetséges fuvolistának is tartod. Természetesen, és ő egyébként, mint ahogyan én is, zenetanár is. És hát minden alkalommal illedelmesen bemutatkoztam, nekem mindig volt éppen aktuálisan partnerem, úgyhogy így annál tovább. Ezt milyen szerényen mondja, hogy volt aktuálisan partnerem, nem az, hogy halálra csajoztam magam, hanem mindig volt, és így baromi jó vagyok a nőknél egyébként. Érdekes egyébként, az ilyen műsorokban erről úgy nem beszélünk, hogy... Hát az asszonyok is tudod. Igen, hogy ki milyen... Emlékszem, hogy egy ilyen nagyon idős tiszteletreméltó, hát azt nem merem elárulni, egy kollégám, akiről köztudott volt, hogy fantasztikusan népszerű a hölgyeknél, és már mondom, nagyon-nagyon idős volt, és azt mondtam neki, hogy figyelj, csináljunk már meg egy olyan műsort, hogy erről, hogy milyen lazaság, meg egyebek voltak. Azt mondta, hogy szó sem lehet róla. Ez egy érdekes dolog, ugye azt szoktuk mondani a zenekaraimmal, én a Trio La Kodály nevező zenekart vezetem, és az Olár Dezső triót. Ez rólad van elnevezve egyébként. Igen. Jó, csak mondom, hogy igen. A magyar jazzben ez egy eléggé... Tehát nem az apukádról, hanem magadról nevezted el, igen. Na jó, igen. Csinálok egy ilyet, hogy idősebb Olár Dezső trió, és akkor az igazság, hogy régen volt egy olyan zenekarom is, hogy Olár Dezső Junior trió. Uh-huh. Azt azért alapítottam annak idején, mert volt fiatalokkal is egy trióm, és volt a magyar jazz két legnagyobb mohikánjával, Kőszegi Imrével és Berkes Balázsral. Hú, szuperek. Nagyon érdekes volt a kommunikáció, ugye, mert mi magázódunk a mai napig, hiszen én természetesen mutatom feléjük a tiszteletemet, és rengeteget tanultam tőlük. A tanítványuk is voltál egyébként? Vagy, illetve hát ők tanítottak a jazz tanszakon. Ők tanítottak a jazz tanszakon mindketten. Ugye óralend szerint nem volt velük óráim, viszont én állandóan beólálkodtam az óráikra. Uh-huh. Ezt igazából én életem első hivatalosan, hogy pénzt kerestem, jazz haknia, nevezzük így, az Vukán Gyuri bácsit helyettesítettem, Isten nyugosztalja,
és el kellett menni egy tévéfelvételre egyébként. De akkor nem fogorvosként helyettesítetted, hanem hát nem értem volna túl. Igen. A páciens, és akkor játszhattam először életemben először Berkes Balázs bácsival. Hát akkor az egy jó érzés lehetett. Hát tulajdonképpen hazamentem az iskolából, hallotta, hogy gyakoroltam Balázs bácsi, bejött és azt mondta, hogy szervusz, Berkes Balázs vagyok. És annyit tudtam mondani, hogy tudom. És aztán egy kicsit hatásszünet, bemutatkoztam, és aztán hazamentem, és mint aki megváltotta a világot, közöltem a nagymamámmal a hírt, majd közöltem édesanyám, hogy akkor estére vasad le a Kék Ingemet, abban játszom. Miért, hova már mész? Művész lettél, igen. Miért, hova mész? És mondtam, hogy a Berkes Balázsral fogok együtt játszani. És akkor mindenki ott a persze majd te majd. De ők nagyon jó fejek is, tehát ők nem, mert azért egy csomó művésznek van mindenféle bogara, meg macera, meg egyebek, de hát ők nagyon-nagyon jó fejek is. Azt mondd el nekem, hogy otthon okoz-e konfliktust az, hogy mondjuk, gondolom, pianinod van, vagy pedig zongorán? Pianino. Tehát, hogy te is gyakorolni akarsz, a Zsannet is gyakorolni akarsz, tehát ez így be van osztva, vagy pedig aki éppen akkor a vitát megnyeri, az próbálhat. Rettenetesen egyszerű az életünk, ugyanis én most jelenleg egy állásváltás közepén vagyok. A Dunaújvárosi Sándor Figye zeneiskolát váltom a Hubay Jenő alapfokú művészeti iskolára, és az a helyzet, hogy én az iskolában szoktam gyakorolni, jobbnál jobb hangszeren garmadája vár, mind a két intézményben. Be szoktam menni előbb, leülök, gyakorolok. Tehát ebből nem ez a Hubay Jenő iskola, ugye ő egy nagyon jeles világhírű hegedűművész volt, ugye, és Palotán a Városháza van ott a Hubay Jenő téren. Ez Palotán van, ez így az iskola, Rákos Palotán? Így van. Akkor el tudtuk helyezni itt földrajzilag is. Akkor nincs más hátra, mint hogy a tanításról magáról beszéljél nekem, mert engem az nagyon meglepett, amikor mondtad, hogy ez nem csak egyszerűen egyfajta anyagi meggondolású ügy nálad, hanem ez a te pályafutásod teljességéhez tartozik. Egyrészt ugye egy zenész, aznek nagyon fontos ez, hogy a zenét minél több oldalról meg tudja fogni. Ha valakinek esetleg van ahhoz ambíciója, hogy zenét szerezzen, az egy nagyon jó dolog. Ha valaki, ugye mint előadó művész, foglalkoztatott, az is egy nagyon jó dolog. Aztán, hogyha valakinek jó tanárai voltak, már pedig nekem nagyon jó tanáraim voltak, Fehér Lászlónénál tanultam klasszikus zongorázni, Olá Kálmánnál végeztem a jazz tanszakon, tanulhattam László Attilánál, Frank Oszkárnál, a teljesség igénye nélkül mentem bele a felsorolásba, ami nagyon nagy hiba volt. Nagyon-nagyon sokat kaptam a tanáraimtól, és úgy gondoltam, hogy ugye amikor én beadtam a tanárira és a művészire és a zeneakadémián, akkor itt lesz az ideje annak, hogy én ezt visszaadjam, és hát próbálom ezt teljesíteni. Hát megmondom őszintén, Dezső barátom, hogy a fiaddal való beszélgetésre, mert tőled nem féltem, mert tudtam, hogy ilyen lazán el tudunk beszélgetni. Nagyon-nagyon össze kellett szednem magam, szóval, mint egy ilyen filozófussal, meg ilyen, szóval elméleti sikon is olyan, hogy utána kell olvasnom előtte nagyon sokat, hogy így leüljek vele beszélgetni. De hát nem csalódtam, mert nagyon kellemes volt hallgatni benneteket. Talán még annyit a tanulásról, hogy ugye régebben úgy volt a cigányzenekaroknál, ugye, hogy beültek a rajkók, most a rajkózenekarról már nem is beszélek, ugye, hogy azért az egy komoly utánpótlást jelentett. Annó, figyelek. A rajkózenekar volt az egyetlen iskola. Ami? Hát amíg ugye a múlt rendszerben Kis Központi Művész Együttesnek hívták, aki összegyűjtötte a legtehetségesebb cigány gyerekeket. Hát még mindig van rajkózenekar, persze, most az utánpótlás, egyébként vagyok az én hol, is, még hol, ott is. Hol nevelődik egyébként? Hát egyre kevesebb fiatal tanulja. Tehát fogy el önmagában a cigányzenét. Sajnos egyre kevesebben. De azt már a fiam is említette, hogy általában a cigányzenészek gyerekei már a klasszikus zene, vagy pedig a jazz zene. Más műfajt. És bizonyítják, hogy milyen tehetséges irányán, persze. Családból egyébként származnak, régen is azért voltak, ez azért ezt ne felejtsük el, hogy régen is voltak nagyon tehetséges emberek, csak úgymond nem kellett akkor akadémiára járni, mert tehetséges gyerekek 17-18 éves korukban már világot jártak, aztán mentek muzsikálni. Akkor is voltak nagyon tehetségesek, csak akkor ez volt. Ja, és a cigányzenében pedig ugye hát ez az egyetlen iskola volt,
ez a Rajkó zenekar, akinek a tanára szinte világhírű, a Farkas Gyula, aki kézbe tartotta ezeket a dolgokat, hát úgy, hogy jelenleg is a Magyarország legjobb zenészei azok az ő keze, úgy mondom, az ő keze közül kerültek ki. Hát nem tettük mást, én szerintem csak annyit, hogy reménykedünk. Lassan a vége felé járunk ennek a beszélgetésnek. Dezső, az az érzés, amikor az atyáddal együtt csináltátok ezt a felvételt, az milyen volt, és szeretnéd-e majd esetleg a jövőben is megbízni az atyádat azzal, hogy valamit, amit te komponáltál, eljátszon? Az előbb azt mondtad, hogy nagyon ügyesen bánok a szavakkal, volt már időm ugye, megtanulni, nyilatkozni szépen. Ezt elég nehéz szavakba önteni. Ezt az érzést? Igen, ezt az érzést. Én kívánom minden kollégámnak, növendékemnek, barátaimnak, még az ellenségeimnek is. Tehát ez valahol közel van ahhoz, hogy ezt az élményt tapasztalja hívnak. Meg. Abszolút. És ugye az a dolog, ugye, hogy legyünk nagyon őszinték. Igazából egy fiút az édesapja ismer talán a legjobban. Én skáláztam éppen eleget otthon, meg próbálkoztam mindenféle improvizációkkal, hogy a családom megismerje azt, hogy én milyen zenét szeretnék játszani. Édesapám ráadásul zenész is. Az, amikor az ember ott ül az EMI stúdiójában, megszólal ez a dolog, és akkor ugye én voltam ennek a lemeznek a zenei producere, és akkor azt mondtam, hogy köszönjük szépen, megvettük. Azért az egy... És azt hozzá és szeretném... kompromisszumot nem kötöttél volna, tehát ha nem jó, akkor azt mondod, hogy köszönöm. Abszolút nem. Nem, és hozzá szeretném tenni azt, hogy velem együtt az egész Olá Dezső szeptet, Pecek Lakatos András dobol egyébként a lemezen, a Trio Alla Kodályból Erdő Zoltán klarinétozik a lemezen. Hát tulajdonképpen nem tetettük, úgyhogy nem is küzdöttünk a könnyeinkkel. Tehát az, amikor ott kész volt, akkor azt mondtuk, hogy hú, ez milyen jó lesz, hogy ezt a felvételt akkor majd lehet mutatni unokáknak, gyerekeknek. Hát kívánok nektek még nagyon sok ilyen boldog pillanatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek engem, és hogy megtiszteltétek a kedves nézőket is, és nagyon szépen köszönöm a kedves nézők figyelmét is. Remélem, hogy szívesen hallgatták. Most nem tudom, hogy mondjam, hogy idősebb Olá Dezsőt és Olá Dezsőt, vagy Olá Dezsőt és ifjabb Olá Dezsőt, de hát nem ez a lényeg, hanem az, hogy mindketten itt voltak, és szeretettel elmondták önöknek azt, ami a lelkükben van. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.